A báli nyitó táncot természetesen a Sátoraljaújhelyi Katolikus Középiskola tanulói mutatták be az elmúlt héten szombaton megszervezett keribálon. Sátoraljaújhely legnagyobb farsangi jótékonysági mulatságán az Egri Főegyházmegye által fenntartott oktatási intézmény, óvoda, általános iskola és középiskola szülői közösségei, nevelői, tanárai, pártolói vettek részt. A város polgármestere is ott volt a bálon. Ha valamire büszkének lenne polgármesterként, az az, hogy pedagógusként azt tapasztalom, hogy nagyon magas színvonal az is az oktatási Sátoraljaújhelyben. Ennek a visszajelzése, hogy hányan tanulnak tovább, és kiválóak a számok. Most már csak egyet kell tennünk, hogy minden többen, amikor elvégezték a főiskolát és az egyetemet, vagy szakmát szereztek, ne felejtsük el őket sem, mert ha nagyon fontosak, akkor a jövőjüket itt képzeljék el Sátoraljaújhelyben. Mindhárom intézményben fontos, hogy jó legyen a nevelők és a szülők közötti kapcsolat, illetve a szülő-szülő kapcsolatok is meglegyenek. Nem csak azért, mert a konfliktusokat is könnyebb így elrendezni, de mert az iskola előmenetelében is számít a hozzáállásuk, mondta az intézmény igazgatója. Szoktam mondani, hogy ha úgy gondolják, hogy valami gond, probléma van, akkor mondják, ha pedig nem, akkor vigyék a jó hírünket. Mert mi ezekből tudunk táplálkozni, mikor a szülők elmondják azt, hogy igen, jó így, mikor az öreg diákok visszajönnek, és akkor dicsérik az iskolát. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos, nem csak nekem, hanem a tanár kollégáimnak, az óvónéniknek, az általános iskolai tanítónéniknek, tanároknak, mert azért egy ilyen komplex egységben gondolkodunk mindig, óvoda, általános iskola, szakgimnázium, gimnázium, tehát azért ez egy nagy szelete a köznevelésnek és közoktatásnak. Fontos, hogy a fővárostól távol is ugyanolyanok legyenek az iskolák, óvodák szolgáltatásai, mint Budapesten. A vidéki gyerekek se szenvedjenek hátrányt csak azért, mert az ország ezen csücskében élnek. Ezért is támogatják az Egri Római Katolikus Egyházmegye törekvését, amellyel idén az óvodái megújítását tűzték ki célul. Ennek köszönhetően a Sátoraljaújhelyi Esze Tamás utcai katolikus óvoda is megújulhat. 300 millió forintot nyertek erre a célra, jelentette be a bálon szintén résztvevő Soltész Miklós államtitkár. Ez is abba a sorba köthető bele, vagy kapcsolható bele, ami itt a városban, de a térségben is történik. És ez szerintem fontos üzenni, hogy nem csak Budapest létezik. Nagyon nagy szükség van egy fővárosra, nagyon nagy szükség van arra, hogy a főváros az tényleg európai szintű legyen, minden szempontból, intézményei, kulturális rendezvényei és minden szempontból, de legalább ilyen fontos az, hogy a vidéken élő embereknek a megtartó erejét, az otthon megtartó erejét, azt segítsük. A bálon jól fogytak a tombolák is, ami nem csoda, hiszen a rengeteg felajánlás mellett a fődíj egy 6 főre szóló Egri hétvége volt.